az embereknek a 98%-a beleszokott bukni. Akkor boldogan fogsz felkelni, és alig várod, hogy csinálhasd, és a többi, és pénz nélkül is csinálnád. Óriási veszteség nélkül, vagy óriási kockázat nélkül tudod kipróbálni magadat vállalkozóként. És kérlek, mielőtt tovább néznéd a videót, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, hogy hasonló tartalmakat kaphass tőlünk. És ezért cserébe itt van egy kép egy gyönyörű csivaváról. Miben érdemes vállalkozni most 2022-ben? A Sósdáid vagyok, vállalkozó, befektető és üzleti mentor. Én erről a témáról azt gondolom, hogy ha még nem vállalkoztál sosem, akkor szinte mindegy, hogy mi az első vállalkozásod. Persze sokan mondják, hogy szeresd, amit csinálsz, és igen, ez tényleg nagyon fontos, mert nyilván akkor fogod csinálni akár hétvégén is, meg este is, meg akkor boldogan fogsz felkelni, és alig várod, hogy csinálhasd, és a többi, és pénz nélkül is csinálnád, és ez mind tök jó, de az első vállalkozásában azért az embereknek a 98%-a beleszokott bukni. Úgyhogy pont emiatt én azt javaslom, hogy csak kezd el valami olyannal, amire azt látod a környezetedben, hogy van igény, például mit tudom én, hogyha lány vagy, akkor körömépítéssel, vagy hogy mondják ezt, szempillaépítéssel, vagy bármit, amihez így azt látod, hogy kedved van, nem kell hozzá sok idő, pénz, energia, hogy az elején mondjuk azt a szaktudást megszerezd, és igény van rá a környezetedben. Én inkább ezek alapján választanék első körben, mert ha belebuksz, akkor nem fáj annyira, hanem igazából megpróbáltad, beledugtad a lábadat, az ujjadat, megnézted, hogy milyen, kitalálod azt, hogy kell marketingezni, azt is megtanulod, azt, hogy kell szélszelni, azt, hogy kell szépen lépésről lépésre egy vállalkozást felépíteni, hogy kell könyvelőt keresni, hogy kell ügyvédet keresni, milyen dolgokra kell odafigyelni, hogy kell márkát építeni, stb. Szóval minden olyan részét egy vállalkozás felépítésének, ami akár a márkaépítés, akár a sales, akár bármilyen ilyen pici része, azt inkább tanuld meg kicsiben, amikor még nem óriási a tét, tehát mondhatnám azt, hogy gyakorlatban tanuld meg, hogy ne könyvekből, meg ne csak videókból, meg ne csak üzleti tanácsadáson, hanem szépen gyakorlatban. Persze kell tanulni könyvekből, videókból, üzleti tanácsadáson, mentortól, coachtól, mit tudom, kicsodától, tehát járj el ilyen képzésekre, tréningekre, de közben szépen a gyakorlatban is építsd a vállalkozásodat, csináld meg azt, amit ugye tanultál ezekből a dolgokból. És hogyha ezt egy olyan vállalkozásban csinálod meg először, ami nem óriási, és nem tudom, 100 millió forint, vagy 1 milliárd forint forog kockán, meg a jó hírneved, meg az arcod, meg a nem tudom micsodád, akkor sokkal ilyen óriási veszteség nélkül, vagy óriási kockázat nélkül tudod kipróbálni magadat vállalkozóként. És szerintem ez tök jó. Tehát, hogyha nem kerítesz egy óriási feneket a dolognak, hanem azt mondod, hogy megnézem, kipróbálom így, és lehet, hogy így nem megy, akkor kipróbálom úgy. Nyilván fontos, hogy tedd bele magad, tehát tegyél bele mindent, amit tudsz, időt, energiát, pénzt, stb., de ne tedd bele az összes pénzedet, és nem feltétlenül kell az elején az összes idődet meg energiádat sem beletenni. Azt is meg lehet próbálni, hogy alkalmazottként mellette, mellékállásba, napi 2-3-4 órában elkezdesz egyéni vállalkozást csinálni. Nyugodtan. Úgy azt mondhatnám, hogy szinte semmi kockázat nincs benne, mert sem a megélhetésed, sem a mit tudom én micsodád, ez nem múlik rajta. És nagyon sokan így kezdik el. Persze, van a másik oldal, aki azt mondja, hogy ő felégeti maga mögött a hajókat, és mindent feltesz egy lapra, és vagy sikerül, vagy nem, és vannak, akik azt mondják, hogy ez az, ami tök jól működik, meg lehet így próbálni, én ezt csináltam egyébként, és ugye többször bele is buktam, de nem mondom, hogy nagyon jó érzés, amikor már mondjuk a harmadik, negyedik, ötödik vállalkozásodba buksz bele, nagyon sokan utána már inkább nem is próbálják meg hatodjára vagy tizedjére, és nem állnak fel, és inkább elmennek ugye alkalmazottnak. Pont ezért én azt mondanám, hogy lehet, hogy először nem mindent kell felrakni egy lapra. És hogy mi az, amit most vállalkoz,
Szinte mindegy. Nyilván olyat tudok mondani, hogy mi az, ami nem. Tehát mondjuk most egy éttermet nem indítanék, amikor energiaválság van, meg bármi olyan vállalkozást, amihez elektromos áram meg gáz óriási mennyiségben kell. Tehát olyat nem javaslok, mert most a 8-szorosára, 10-szeresére mennek fel ugye az energiaárak, de olyat, ami például pont erre nyújt mondjuk megoldást, olyat például már csinálnék. Olyan vállalkozást, ami mondjuk az embereknek abban segít, hogy több pénzt tudjanak maguknak csinálni, akár egy befektetői tanácsadást, bár ehhez engedély kell, csak szólok. Készíts egyébként egy felmérést, ez nagyon-nagyon fontos, hogy szépen kérdezd meg azt a 100, 200, 300 embert, akit el tudsz érni, hogy ők, nekik mire van szükségük, mi az, amivel problémájuk van az életükben, mi az, amit egyébként jobban lehetne csinálni, és ebből a következtetésből is tudsz vállalkozást indítani. Tehát összefoglalva, nem az a fontos, hogy most épp milyen iparágban kell vállalkoznod, hanem az a fontos, hogy vállalkozz, kezd el, nézd szét magad körül, hogy mire van igény, és azt az igényt, azt nézd meg, hogy be tudod-e te személy szerint tölteni, hogy ahhoz szükség van-e bármilyen szaktudásra pluszban, kell-e tanulnod hozzá, kell-e hozzá pénz, mennyi pénz kell hozzá, kell-e hozzá befektetőt keresned, pályázatot nyerned, tehát mire van szükséged hozzá eszközökben, energiában, időben, tudásban, társ kell esetleg hozzá, tehát milyen erőforrásokra van szükséged, és mikor tudod elkezdeni, és mennyi pénz fog belőle bejönni, milyen megtérülése van fél év alatt, egy év alatt, két év alatt. Szóval az a tanácsom, hogy kezd el minél előbb és minél összeszedettebben, de nagyon fontos, hogy a gyakorlatban fogsz megtanulni mindent, és épp ezért nem az a legfontosabb, hogy mi az, amit elkezdesz, hanem az, hogy kezd el. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, kérlek, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a jövő héten. Ciao.